Sziasztok! Ez a krumpli diéta 7. napja. Még jól bírom. Egyre jobban. Egyébként most nem is érzem azt, hogy krumpli diétán vagyok, eszembe sincs. Tehát az első 1-2 nap úgy éreztem, hogy most krumpli diétán vagyok, majd most csak krumplit fogok enni. Meg első alkalommal úgy reggel felkeltem, és majdnem mást kezdtem enni, mert elfelejtettem, tehát annyira összpontosítottam aztán rá. De most, meg furcsa volt még az első 2 nap, hogy megint krumplit eszek, de most egyáltalán olyan, tehát eszembe sincs, hogy krumpli diétán vagyok, nem is érzem, nem is foglalkozom vele. Egyszerűen azt főzöm, hogyha éhes vagyok. Viszont nem eszek olyan sokat, mint az elején, mert nagyon sok volt, szóval nem mozgok, ugye nem kazlazok egész nap, sokat ülök a gépnél, különösen, hogyha nem megyek el itthonról, akkor megeszem az ételt, és nagyon sokáig nem vagyok éhes. És tehát kevesebbet eszek, kevesebb mennyiséget, meg próbálok azért zöldségeket is enni bővebben. Például most este felé nagyon pici krumplit ettem, és inkább zöldséget, amit még délbe megfőztem a krumpli levébe. Délben jól esett a krumplipüré. Azt tettem céklával, én fokhagymás céklát csináltam hozzá, meg kaliforniai paprikát, kis uborkát, ez a befőttes savanyú uborkát, amilyen pici bébi uborkák vannak betéve az üvegbe, meg vagy egy fél nyers sárgarépát, azt még mikor készült a krumpli, akkor elrágcsáltam. És akkor azt megfőztem, most csak sima fehér krumplit főztem meg a vízbe. Ezt összetörtem, ebből csináltam a krumpliből, és a vízlevébe megtettem brokkolit, mert eredetileg bele akartam főzni a krumplival, csak elfelejtettem. Úgyhogy a végén ennek a levébe már csak tettem brokkolit, sárgarépát, még egy nagyobb szem krumplit, 2 fej hagymát, és még ezt megfőztem, és este felé hát csak pár falat krumplit tettem ebből a másik, amit belefőztem a zöldségekkel abból, de inkább zöldségeket, mert tehát nem vagyok éhes. Annyira laktat ez a krumpli, hogy nagyon. Futni sem mentem, de szoktam néha ilyen 3 perci reggeli futást intézni, de mostanában olyan rossz az idő, és nincs kedvem menni. Úgyhogy ma is csak egyet sétáltam a parkba, annyi volt. Úgyhogy nem is nagyon mozogtam. Hát holnap elmennem kell egy pár helyre, úgyhogy legalább akkor azért csak fogok mozgolódni. De minden jó, megy. Tehát nem érzem, hogy undorom lenne a krumplitől, vagy hogy valamit annyira kívánnék, eszembe sincs az étkezés, tehát teljesen el vagyok vele, nem foglalkoztat a kaja. Tegnap, vagy tegnap előtt, nem is tudom mely nap, annyi volt, hogy ugye itt a környezetemben mindenféle sütemények, meg csokis dolgok vannak, és ilyen van egy olyan sütemény, amire rá van öntve kintről a csoki, be van borítva csokival, azt így megláttam, és mondom, de ennék egy szeretet belőle. De ilyen piskótaszerű valami, de ugye nem ettem belőle, de ezt egy pici csokis valamit úgy megkívántam, úgyhogy kikaptam egy kis hűtőt, vagy banánt a mély hűtőből, és csináltam egy kis banánfagyit. Ezt csak a fagyasztott banánt összetúrmixoltam. És kakaóból csináltam rá mázat, de csak úgy, hogy egy pici, nagyon pindurka vízen, vagy 3-4 kocka cukrot
feloldottam, az volt itthon, mert ugye én nem használok cukrot. Hát szeretem a kókuszcukrot egyébként, de nem is volt itthon. Általában én nem szoktam cukrot használni, de a barátom cukrából vettem, úgyhogy vagy pár szem kockacukrot így feloldottam, nagyon-nagyon pici vízzel, kicsit úgy megkaramellizálódott, beletettem a kakaót, és ebből csorgattam a banánfagyira, úgyhogy ezt tettem meg, és ez olyan finom volt, olyan desszertnek ez jól esett. Úgyhogy ennyi volt. Holnap reggel megmérem a súlyomat, úgyhogy akkor fogjuk látni, akkor csinálok arról egy videót, hogy egy hét alatt pontosan hogyan változott a súlyom. Nem, tehát egy hét után most nem érzem úgy magam, hogy olyan megcsappant a hasam, mint mondjuk, hogyha ha nem ennék, vagy alig ennék, akkor úgy érzi az ember egy pár nap után, hogy úgy kiürül, megcsappan a hasa, szinte behorpad. Ezt nem érzem egyáltalán, tehát nem érzem magam telinek, vagy nehéznek, de nem érzem ezt a behorpadó hasféle érzést, hogy hú, de üres a hasam, hanem csak jól érzem magam. Hát szerintem mindent elmondtam, úgyhogy holnap készítem a súlyváltozásról a felvételt, és hát folytatom tovább, mert legalább egy hónapig fogom csinálni mindenképp. Sziasztok!